Beledutazom, én vagyok. Mázdig van. Nagy képű vagyok, leszarom. Megengedhetem meg magamnak. Dumálom. Nem, túl sok a mars energia, nem szeretem a mars energiát. Vörös mars energia. De baj, kiingáztam ezt a teret, borzalmas. Egyszerűen rettegek a repüléstől, rettegek attól. Már múltkor is volt egy álmom, két nappal ezelőtt följegyeztem az álomkönyvbe, kihullott a fogam. Tudom, ez pusztító álom, de muszáj mennem, most nem érdekel az, hogy mit fogunk tudni, a fiammal kell találkoznom. A fiammal, ami külföldön él, és katasztrófa. Tehát olyan a kapcsolatunk, nem véletlen, az apja sem véletlen, hogy az aki, mert volt neki valamikor. Hát, hogy hova tűnt, azt hagyjuk, de az apja tisztán, az apja katasztrófa, minden férfi ugyanazt csinál, minden, egyik se kivétel, nem győzöm, túl sok a mars, túl sok. Egyszerűen nekünk nőknek, ugye? Mi nők pontosan tudjuk, hogy mennyi erő, mennyi küzdelem, mennyi energia, mennyi mérhetetlen szeretet van bennünk. Férfiak ezt nem fogják megérteni soha. Ne is nézzenek ide. Egyetem nem. Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy körülöttünk az univerzum egyszer csak rendet tesz. Rendet tesz. És ebben biztos vagyok, hogy ez alatt a 8 nap alatt, amíg önök nem tudom mit fognak csinálni, én a fiammal találkozom, az unokáját akarom látni. Ez volt a legegyszerűbb, mert hogyha ne adjul Isten, nem fogadnak be, vagy nem enged, akkor majd magukon csatlakozom. Kingáztam borzalmas, tehát leangyalóz, tehát nekem csatornám van, és a csatornázás alatt megszületett, hogy a fiammal le kell zárnom ezt a kapcsolatot, ezt a történetet. Kérem, legyetek toleránsok, nem baj, este majd esetleg csinálunk egy szeánszót, hoztam kártyákat, mert bárkinek szüksége van arra, hogy csatlakozunk este, gyertyát gyújtunk, körbeülünk, és megpróbálunk egy tiszta energiateret teremteni, és megpucoljuk egymást, megpucoljuk az energiát, pusztító energiák vannak. Pusztítóak, nem a nőktől. Ez csak nem a nőktől. Valahogy kívül. Köszönöm szépen. Van, aki annyira álnéven utazik, hogy tulajdonképpen csak egyesek tudhatják azt, hogy ő kicsoda, és az is egy decenév toxin. Csávó legyen, hallottál? Igazi fasz a legény legyen. Nagyon nem bírom, hogyha valaki gyenge. Tudod? Tehát nagyon fontos az izom, nagyon fontos... Tolsz valamit? De jól nézd. Tudod, mi kell? Kell valami. Később. Mondd meg, hogy hol vagy, jó? Csörög rám, csörízzem. Ugye megadom én a számomat, hogy te add meg a te számodat, mert nem nagyon adom ki a saját munkat. De érünk majd a város közülünkbe, hallod, majd te eldomálunk, hogy visszlepontom a jó helyre. Csajokat akarsz, hallod? Igen. Csajokat?
Itt is van egy-kettő. Láttam, láttam már, anyádat! Nagyon figyeltél, látom, Skubizó. Ezt nézed, öcsém. Hogy gyere, állj ki, hallod? Állj ki, a kemény vagy. Ez az úr, érted? Ez az úr, ez az úr, ez az úr. Szent háromság, öcsém. Találkozunk. Édeseim, annyira jó veletek lenni, csodálat. Izikő, figyelj, elintézte, beváltottam a pénzt, hogy meg minden ember lesz magának is, Pari. Nagyon örülök. Úgy örülök, hogy megismertelek benneteket. Jaj, elintéztem önnek is, természetesen a feleségnek meg fogja tudni venni ezt a pulóvert, mert kinéztem azt a boltot. Tudom, hogy ne kérdezzétek, hogy csinálom, most érkeztünk. A legjobb boltokat felfedeztem, sőt, drágáim, van egy fantasztikus hírem, a hülye idegen vezető, hagyjuk is, de ez most mindegy. Ő természetesen nem ért rá. Én elmentem a város legjobb éttermébe, 10% kedvezménnyel lefoglaltam, buli lesz, zenekara, minden lesz. Minden lesz, édeseim. Névjegykártyámat odadom. Tudjátok, hogy nekem van a legjobb szépségszalonom. Nagy szeretettel várlak bennetek. Nem olcsó hely, rendben van, kaptok 5%-ot. Én nem vagyok... egy fiatal nő, de látjátok, a sok műtét megtette a hatását. Mégis úgy nézek ki, ahogy. Természetesen én azt a férfit keresem, aki az igazi. Aki az én életem párja. Mindenem van. Nekem nincs szükségem pénzre hívni. Nem. Én a férfit keresem. Gyerek, nem kell, nem érdekel, nem ez a fontos. Nekem egy társ kell, aki a tenyeré hordoz, és azt csinálja, amit mond. A csoportunk egyik tagja, Béla. Béla? Thank you.
erre az útra, eliszol. Úristen! Ez tök olyan, mint a Szulejmánban. Most elmondom nektek az igazat, hogy arra vágyom leginkább, hogy egy ilyen falban, fal közt, falnál, amikor így, mondjuk így vagyok, így a félhomályban, valaki elkapjon, és tudom, nem ön megmérgezze, de hogy úristen, annyira szétszedök, hogy szakadok a Romitól, már romantikától egyszerűen. Hogy valaki ide húzzon, legyen rajtam egy szép kék ruha, vagy valami ilyesmi, jól megvilágításban, és akkor valaki megcsókolja. Valami ilyen Szulejmán, vagy valaki, vagy mint a Mariával, hogy szenvedek sokat, azt jön valaki, ezt megment, és erről álmodom, olyan minden percben történhet valami. Kisebb emberrel ismerkedünk meg, mint bizonyos doktor, keresztes doktor. Kívánok! Sziasztok! Készültetek vízzel? Tudjátok, itt nem jó igazi vizet, én csak palackozom. Tehát én vettem egyébként mindenkinek, van 5 darab, úgyhogy ha valamit kérdek, akkor én tudok nektek osztogatni. Ti már néztétek a Dinert? Tehát, hogy merre megyünk? Szerintem érdemes lenne először a nagy templomhoz, nem? Mert hogy onnan sokkal könnyebben meg tudjuk majd kerülni. Ismeritek a romokat, ahova onnan megyünk? Szerintem nem az észszerű. Tehát én arra gondoltam, hogy először akkor, hogy a templomba mennénk, és akkor ott meg tudjuk nézni, valami jó freskók vannak. Ismeritek, nem? 15. század, 16. század, mondom, ezt nem kell maguknak elnézést, hogy tegeződtem maguknak mondani. Ti is egyébként magázoltok, nem? Is magázottok, önök is magázottok, nem tudom, elnézést. Be sem mutatkoztam, hogy hát doktor Keresztes Zsolt vagyok. Nagyon sokat utazom, nagyon sokat utazom. Ti is? Önök is. Elnézést. Kicsit szétszólt vagyok. Nagyon érdekel a különböző országok kultúrája. Én egyébként azt úgy csinálom, hogy nem zavar, hogy beszélnek, nem kérdeztetek, de hát igazából engem nem is érdekel, én csak tudom. Ha kéne menni, és akkor utána egyébként idegenvezető akartam lenni. Ez a nő, aki most idegenvezet, ez a lányom erre azt mondja, hogy szar. Szerintem nem megfelelő, nem a legmegfelelő. Letöltöttétek a legújabb iOS-t meg a programokat? Én letöltöttem, tehát ő nem fogja tudni, én fogom tudni. Jó, ott ne gyertek hozzá, onnan van 5 víz, azt szívesen odaadom. És kóstoljátok meg az étel különlegességeket. Mindig tegeződöm, elnézést, csak olyan, hogy a barátok között lenni. Kóstolják meg az élet... Élet különlegességeket mondom, ugye? Mert nekem az életem különlegesség, és utazásról utazásra. Imádom az életet. No de, étel különlegességet megkóstoltátok, már felkészültetek, én készültem. Mindegyik őtöknek van egy kis meglepetése, mert tudom már, hogy kik vagytok. Mindenkinek már nem így bemagoltam, ha viszitek, ha nem. Ne kérdezzetek ki. Jó. A wifi kódot majd meg tudjátok mondani, illetve a passwordot, hogy ez mi? Találkozunk majd, mindenkinek oda fogom adni a névekártyámat, jó? És akkor majd találkozhatunk. Ölellek titeket, sziasztok! És minden csoportban van egy Andi, vagy ahhoz hasonló. Nem rohad le rólatot? Erre mondják, hogy légkondi. Ugye? Amit bekapcsol, ez nem működik. Komolyan agyam eldobom. Új,
Mi a Jézus? Ettetek? Ez a helyi étel különleges? Jézusom! Bocs, ne haragudjatok, mert a több gáz végre normális szalvétát nem adnak az ember. Szemetes? Ezért fizetem, most nem tudom, ti hogy vagytok ez, nem unod? Tényleg nem? Neked nem uncsi? Nem kommunikálni se tudtok, ez jó, elvezetek én magamban, nem tudom, nézegetem így a vizét egyedül. De jó ez nektek, ugye mászkálunk bent, rohadt meleg van kint, meg rohadt hideg, nem tudok fölöltözni normálisan. Amíg a gatyám is van, komolyan, egész francba. Né, nektek jó? Jó. Ne unnak bennetek. Hi, hey, I'm in Tommaso way. Hey, what's going on? It's Tommaso way. I'm Joe Colomb, Tommaso way. What channel? I'm sorry, man. Bocsánat, nem mindig eszembe jut a jó szó, de mindig happy. So everything is okay, okay? So minden jó, de tényleg. Gyönyörű a lady here. És nagyon aranyos, és ti is nagyon aranyosak vagytok, szóval azt hiszi, hogy